Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, és 2019. október 2-a óta nagyon boldog és elégedett podcasternek is vallom magam. Pláne azért, mert azóta 118, a maival együtt 119 podcast epizód született meg a csatornán. Nagyon örülök annak, hogy hétről hétre itt vagyunk együtt, és hogy beszélgethetünk egymással. És bár ez a podcast nem a hagyományos műfaji keretek között készül, azaz nem valakivel beszélgetünk témákról, abban az értelemben, hogy itt ülünk egy időben egymás mellett, vagy egymással szemben a mikrofonnál, én mégis úgy élem meg, és bízom benne, hogy te is úgy éled meg, hogy beszélgetünk ezek igazi, valódi, őszinte és elmélyült beszélgetések közöttünk. Ezt visszaigazolja az a rengeteg visszajelzés is, ami folyamatosan érkezik hozzám, és amelyekért én nagyon-nagyon hálás vagyok, és köszönöm, hogy nem csak én hallathatom a gondolataimat és a felismeréseimet feléd, hanem ezt nagyon sokan megteszik az én irányomba is, ezek mindig nagyon örömteli levélolvasások, üzenetolvasások számomra. Természetesen továbbra is várom ezeket a beszámolókat, ezeket a visszajelzéseket a podcast@örömvilág.hu e-mail címen, ahol továbbra is lehet témát javasolni. A mai téma választásom több az utóbbi időben zajlott egyéni konzultációs folyamathoz kapcsolódik, ahol ezek a témák így vagy úgy felmerültek, és egyszerűen azt éreztem, hogy ezeket most nekem egy platformon kell megbeszélnem veled, veletek. Ez a téma pedig így hangzik, kötelességek és lehetőségek. Nem árulok el nagy titkot, ha elmondom, hogy ez nálam is nagyon erős téma volt az önismereti úton, és ha valami számomra fontos és irányadó az életben, a mai napig egyébként, akkor az a nagyon-nagyon komoly kötelességtudatom. Ugye szerintem ezt már említettem, hogy ez nálam nagyon erős motivációt és nagy drive-ot képvisel az életemben. Ugyanakkor jócskán volt azzal dolgom, hogy ezt a kötelességtudatot egy kicsit másként tudjam értelmezni, mint ahogy életem korábbi szakaszában tettem. Talán elsőre furcsa lehet, hogy miért éppen ezt a kettő témát hozom egy adásba, miért kerül egymás mellé a kötelesség és a lehetőség, de azt gondolom, hogyha beszélgetünk, és ezt a nagyjából fél órát most egymásra szánjuk, akkor ez ki fog derülni a számodra is. Mindjárt azt javaslom az elején, hogy hangolódjunk rá együtt arra, hogy kiből mit hoz fel, belőled mit hoz fel ez a két kifejezés, ez a két energia, és lehetőség szerint most is arra bíztatlak, hogy kicsit állj meg, figyelj befelé, ha lehetséges, akkor lehúnyt szemmel, és kicsit magadba jobban belemélyülve válaszolj a kérdéseimre. Ha készen állsz, akkor egy jó mély levegő, szembecsuk, és akkor kezdjük. Kérlek, érezd bele abba, hogy hogyan reagál a tested arra a kifejezésre, hogy kötelesség. Figyeld meg most a tested reakcióját erre a szóra, hogy kötelesség. És figyeld meg azt is, hogy mi a tested reakciója arra, hogy lehetőség. Melyik milyen érzést hozott fel fizikai szinten benned? Mennyire vagy egyébként a kötelességeid rabja a mindennapok szintjén? Nagyon sok kötelességet teljesítesz nap mint nap? Milyen jellegű kötelességeid vannak, amelyeket rendszeresen teljesítesz? Mikor váltak ezek a te kötelességeiddé? Van olyan kötelesség az életedben, amelyet akár más is megcsinálhatna a környezetedben, legyen szó akár magánéleti témáról, akár munkáról, mégis nálad landolt a feladat? Ha igen, akkor miért?
Mi történne akkor, hogyha egyszer egy nap nem teljesítenéd a kötelességedet? Előfordult már, hogy nem teljesítetted a kötelességeidet? Ha igen, akkor mi lett a következménye ennek? Ha sok kötelességed van, akkor milyen lehetőségek vannak mellette, és mennyi hely, tér, idő jut a lehetőségekre? Észreveszed a lehetőségeket? Hogy reagálsz arra, hogyha valami lehetőség eléd kerül? Mit veszel észre először? Azt, hogy hogyan lehet, vagy azt, hogy miért nem lehet megcsinálni? Mennyire engeded meg magadnak azt, hogy új lehetőségek érkezzenek be az életedbe, és mennyire vagy képes arra, hogy másoknak lehetőségeket adj? Ez szép csokor kérdés volt. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál rájuk. Lehet, hogy érdemes még kicsit visszamenni egy-két kérdésre, és aztán úgy folytatni a beszélgetést. De azt gondolom, hogy ez a néhány kérdés már rengeteg mindent felhozhatott benned. Kezdjük először az egyik fogalommal, nézzünk egy kicsit a kötelességek mélyére. Ez egy nagyon érdekes, és ahogy említettem a podcast elején is már, ez egy nagyon érdekes, és ahogy már korábban említettem, számomra is nagyon releváns téma, a kötelesség vagy kötelességek kérdésköre, hiszen én saját magamat végtelenül kötelességtudónak ismerem és ismerem el. És azt is látom, hogy a kötelesség tudó mi voltom, mennyi akadályt jelentett számomra a múltban. Érdemes azt megvizsgálnod neked is, hogyha nagyon sok kötelesség van az életedben, hogy ezek hol váltak a te dolgoddá, a te feladatoddá, és hogy valóban minden kötelesség, amelyet teljesítesz a mindennapok szintjén, az a te kötelességed-e, vagy esetleg valami más? Vagy esetleg valaki másé? Csak nem csinálja meg, és téged zavar? Vagy hát ő volt az, aki kellőképpen le tudta rázni magáról, és esetleg a bűntudatod, a lelkiismeret furdalásod, a mindennek meg kell lenni nézőpontod nem engedte meg, hogy egy feladat parlagon heverjen. Nagyon gyakran történik az meg, hogy átveszünk másoktól feladatokat, és nem hogy egy-egy feladatot veszünk át, hanem komplett rendszereket tudunk átemelni a sajátunkba, és kötelességként fogjuk fel azt, amire más lazán könnyedén nemet mond, akár egy munkahelyen. Egy nagyon érdekes dolog jutott most eszembe a saját múltamból, gimnáziumból, ez érdekes, mert tényleg nagyon rég gondoltam már erre, de az volt az én működésem a gimnáziumban, hogy amikor a tanárokat meg kellett ajándékozni, akkor állandóan kényszert éreztem arra, hogy ezt összeszervezzem. Nagyon fontosnak éreztem, hogy az megfelelő ajándék legyen, hogy színvonalas legyen, hogy időre ott legyen, de hát soha nem adtam át egy ilyen ajándékot sem, a 4 év alatt egyébként, még akkor sem, amikor rengeteget dolgoztam például az érettségi ajándékainkkal a tanárainknak, mert azt éreztem, hogy ezt senki nem fogja megcsinálni, és akkor nem lesz jól megcsinálva. És számomra annak a hátterében, hogy rengeteg feladatot vállaltam be mások helyett, vagy egy közösségen belül, a közösség helyett, az állt a hátterében, hogy azt éreztem, hogy a feladat parlagon hever. És hát kérem, ott a genetikai minta, ami rögtön bekapcsol, a feladatot meg kell csinálni, mielőbb, minél hatékonyabban, és minél tökéletesebben. Számomra ez nagyon sokat adott az életemben, hiszen oda hozott el, ahol most vagyok. Hogy így tudom végezni a munkámat, hogy ezzel az igényességgel ezt bátran kimerem mondani, és
Ezzel a sokszínűséggel tudok megjelenni a saját hivatásomon belül, és tudom képviselni mindazt, amit dolgozom. De emögött rengeteg feleslegesen elvégzett és másoktól átvett feladat és munka áll. Érdemes neked is elgondolkozni azon, hogy vajon hogyan kerültek hozzád a feladataid, a kötelezettségeid vagy kötelességeid, és hogy ezek valóban téged kell, hogy terheljenek? Ezek valóban olyan dolgok, amelyek hozzád tartoznak? Vagy senkihez nem tartoztak, és nem bírtad őket parlagon heverve hagyni, mint én annó ezt a szervezési feladatot a gimnáziumban. És az az érdekes, hogy aztán túlcsordultam az ügyből kifolyólag, és érettségi előtt szó szerint reggel kiborultam. Azt hiszem, ezt egyszer elmeséltem, ezt a történetet már, és aztán, amikor már nem az én vállalásom volt, hogy a virágokról gondoskodom, hogy nem egy másik osztálytársa, akkor rajtam kérték számon, én meg akkor nagyon erősen kiborultam, és elmondtam a véleményemet arról, hogy 4 évig mi zajlott. Bár nem hiszem, hogy erre egyébként bárki emlékszik, mert ez az én sztorim volt, az én erős sztorim volt, és nem a volt osztálytársaimé. Szóval kötelességek nagyon gyakran így jönnek ránk, hogy átvesszük őket. De mire jó az, hogy kötelességeink vannak? Mi lehet a nyereségünk abból, hogy rengeteg kötelességet vállalunk be? Hát az egyik az, hogyha például valaki a fejlődése során, az önismereti útja során, a lélek fejlődésében azt vállalja, hogy a felelősségről fog tanulni, akkor abba simán és könnyedén beleillik ez a dolog, és teljesen természetes, hogy akkor a kötelességekkel majd előbb-utóbb valamilyen módon kapcsolatba kerül. No, de nem csak erről lehet szó, hanem arról is, hogy mit tanulunk meg otthon, mi az, amit hozunk a genetikai mintáinkban. Mint ahogy említettem, én is hoztam azt, hogy a dolgokat meg kell csinálni, ha ott a feladat, akkor neki kell állni, neki kell durálni magunkat, és meg kell csinálni, és nem csak úgy összedobni a dolgokat, hogy úgy tűnjön, hogy már megvan, hanem tényleg rendesen legyen megcsinálva. Én ezt hozom otthonról, és ha te elgondolkozol rajta, és gondolkozz el rajta, akkor mi a te genetikai mintád a feladatokra? Mert ez nagyban meghatározza, hogy te is hogy működsz. Az is lehet, és bizony előfordul elég gyakran, hogy valakinek olyan szülei vannak, akik ugye nem vállalják a felelősséget, nem állnak bele a feladataikba, függőség, vagy csak nem nőtt fel a szülő, úgy vált szülővé, biológiailag igen, de mentálisan, érzelmileg nem, és ott a gyerek hirtelen felnőtté válik, és akkor ő vállalja be ezeket a feladatokat. Számtalanszor találkoztam olyannal, amikor elmeséli a kliensem, dolgozva és küzdve azon, hogy túl sokat vállal, hogy a 2-3 kisebb testvérére tini korában már neki kellett mindent elintézni. Neki kellett óvodába, bölcsödébe és iskolába vinni a kisebbeket, délután összeszedni őket, hazamenni, megetetni őket, tanulni a kicsivel, bepelenkázni a még kisebbet, stb., mert anyu dolgozott, vagy éppen anyu a barátnőjével beszélgetett. Nagyon sok irányból jöhet az, hogy hogyan vállalunk magunkra extra terheket és extra felelősségeket. És akkor ott van az a nagyon sokszor emlegetett, és hát nagyon sok téma kapcsán bizony gyökérokként felmerülő sztori, hogy nem vagyok elég jó önmagamban úgy, ahogy vagyok, hanem ahhoz valamit bizonyítanom kell kifelé, hogy jó legyek és elfogadható legyek. És hát mi van annál jobb bizonyíték, mint valami, amit konkrétan leteszek az asztalra, hogy ezt megcsináltam. A kötelességek azok ilyenek. Meg fontosságérzést ad az, hogyha kötelességeim vannak, és hogyha mások is tudják, hogy ez az én kötelességem, ezt én csinálom meg, akkor látják a fontosságomat, érzik a jelentőségemet, és legitimizálva leszek, elfogadva leszek általa. Mert egyébként lehet, hogy nem tudom magam elég jónak, elég fontosnak, elég elfogadhatónak érezni. A kötelesség az nagyon sokak számára teher. Nézd meg, vizsgáld át,
írd fel konkrétan magadnak, hogy milyen rendszeres kötelességeid vannak. Nézd meg, hogy ebből mi az, ami valójában nem a tiéd. Nyilvánvalóan fontos lenne megtanulni, delegálni, letenni, átadni, visszaadni ilyen dolgokat, ilyen feladatokat. Ez nem mondom, hogy biztos varázsütésre megy, de első lépésnek már jó a felismerés is. És nézd meg azt is, hogy melyek azok a kötelességeid, amelyekre abszolút nincs is szüksége senkinek, csak úgy rajtad ragadtak, ezeket már mindet ki lehet húzni a listáról, és azt is nézd meg, hogy melyek azok a kötelességek, amelyekről le tudnád venni a stresszt azáltal, hogy a róluk való gondolkodást átkeretezed és megváltoztatod. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. És ezen a ponton én át is térek arra, ami a mai témánk másik fele, ez pedig a lehetőségek kérdése. És aztán meg fogod érteni, hogy miért itt váltottam. A lehetőségeknek az a kérdése, hogy meg lehet-e tenni. Még az iménti kötelességeknek az volt a jelentése, hogy meg kell tenni. Majdnem ugyanarról szól, de ugye mennyire más benne az energia? Mire van lehetőségem? Meg lehet-e tenni ezt vagy azt? És miért is ne lehetne? Nem kell, de lehet. A lehetőségekkel való élés, annak a képessége, hogy tudjunk élni a lehetőségekkel, mindannyiunk számára rendkívül fontos. De hogy tudunk-e a lehetőségeinkkel élni, az megint nagyon korai szakaszra vezethető vissza az életünkben, és a családi mintáinkra, a genetikai mintáinkra, a neveltetésünkre, mert az is kérdés, hogy otthon mire volt lehetőség, mi az, amit a szülők megengedtek maguknak a kötelességeiken túl, volt-e nekik szabadidejük, volt-e hobbiuk, volt-e lehetőségük új dolgokat kipróbálni. Egyáltalán milyen környezetben hangzott el ez a kifejezés, hogy lehetőség? Mert a legtöbb családban, ez nagyon durva, de a legtöbb magyar családban úgy hangzik ez el, a leggyakrabban, hogy nincs rá lehetőségem, vagy nincs rá lehetőségünk. Ez az egész kifejezés ellentétes a lehetőség energiájával. Teljesen mást rögzít le róla. Mert azt halljuk, hogy ez nekünk nincs, nincs rá lehetőség. Korlátként jelenik meg a tudattalanunkban a lehetőségről való gondolkodás, mert tudjuk, hogy nem lehetséges, tehát korlátként jelenik meg az az energia, ami felébred a legtöbb emberben, amikor arról van szó, hogy mire van lehetőséged, amikor arról kéne gondolkodni. És pontosan ezért történik az meg, hogy amikor felmerül egy klassz lehetőség, és azt mondják a munkahelyeden, mondjuk egy multivállalatnál dolgozol, hogy nézd, Éva, Gábor, Zoltán, Kati, lehetőséged van arra, hogy most egy hónapot kimenj, és a vállalat indiai részlegénél töltsél, kicsit világot lássál, kicsit kultúrát ismerj meg mellette, de azt is, hogy ott dolgozz, és tanulj, és tapasztalj. Vagy lehetőséged van arra, hogy most beírassunk téged egy 3 éves továbbképzésre, és valami új dolog felé elindulj, és hogy kiképezd magadban egy új irányt, akkor megjön a félelem, a kétség, és jönnek a gondolatok arról, hogy ez miért nem jó. A legtöbben, amikor jön a lehetőség, először azt nézik meg, hogy mi a baj. Hol van benne a gát? Hol van benne az akadály? Ahelyett, hogy azt kérdeznék meg, hogy hogyan lehet akkor megtenni, hogyan lehet élni ezzel a lehetőséggel? Milyen módja van annak, hogy ez a lehetőség, ez bekerüljön a terembe, és hogy gazdagítson engem. És mivel mindig a prioritás a kötelesség felé megy el, ezért a rangsorban is úgy néz általában ki, hogy először megnézzük, hogy mi az, amit meg kell csinálnom. Jönnek a muszáj és a kell típusú feladatok a listán, és akkor utána jön az, hogy
esetleg talán még megengedhetek magamnak ezt, vagy azt, vagy amaz. De egyébként nem. Egyébként nem. Na és az igazi csavart itt tudjuk beletenni, és itt kanyarodok vissza ahhoz, amit mondtam előtte, pár perccel ezelőtt, hogy akkor most váltsunk a kötelességről a lehetőségek felé. Mi van akkor, hogyha elkezdjük a kötelességeinket átkeretezni? És megnézzük azt, hogy egy-egy kötelesség, amelyet ellátunk rendszeresen, milyen lehetőséget kínál nekünk. Hogyan tudnánk a kötelességeinkről azt a nehéz, terhelt, súlyos, sűrű energiát levenni, és ahelyett, hogy teherként élnénk meg, meglátni abban a lehetőséget arra, hogy ez valamit ad nekünk. És megnézni, hogy milyen lehetőséget adhat még azon túl, mint hogy egy feladat, amit meg kell csinálnom. Itt van nekem például a podcast csatorna, tessék, egy abszolút számodra is ismert és kézzelfogható példa. A podcast csatornát ugye elindítottam 2019. október 2-án, és azóta jelen pillanatban ugye felveszem a 119. epizódot, ahogy ezt mondtam a mostani rész elején is. Ez azt jelenti, hogy bevállaltam valamit, ami számomra kötelességszerűen ott van minden héten, mert hát elvállaltam, hogy megcsinálom, ez nem egy átvett kötelesség volt, ez az én saját vállalásom, de ha már azt mondtam, hogy minden héten jelentkezik, akkor az a minimum, hogy azért jelentkeznie kell, ugye? Zárójelben megjegyzem, ezt annyira jól sikerült magamban átkeretezni, hogy azért néhány rész kimaradt, mert amikor nem volt rá időm, alkalmam, utaztam, beteg voltam, elment a hangom, akkor egyszerűen nem volt podcast. Van ez így. És néhány hét, néhány adás emiatt elmaradt. És senki nem orrolt meg rám, senki nem kérte rajtam számon. Tehát igaz, hogy vállaltam egyfajta kötelezettséget az irányba, hogy ezt meg fogom csinálni, de nem teherként élem meg, hanem úgy tekintek rá minden héten, hogy megint valami klassz lehetőség arra, hogy gondolkodjak különböző témákról, és hogy összegezzek magamban felismeréseket. Pedig van vele munkám bőven, mert le kell ülnöm, fel kell vennem, megvágom, ugye nem sok vágnivaló van rajta, de azért a nagyobb levegőket, amikor ugat a kutya, vagy amikor nagyon hangosan csörömpöl a szomszédban a kanál, akkor azokat kivágom belőle, hogy éppen így megkocogtatom az asztalt, ezeket ki szoktam vágni, megcsinálom a grafikát, kitalálom a szöveget, feltöltöm FTP-re, onnan át, honlapra, beidőzítem, stb. Stb. Ez egy feladat van. De ez egy olyan dolog, ami minden egyes héten nekem fantasztikus lehetőséget rejt arra, hogy gondolkodjak valamiről, hogy megálljak, és hogy igazán jól mélyen belemenjek olyan témákba, amelyek nekem is fontosak. Nehogy azt hidd, hogy ez csak azért van, hogy te jól érezd magad. Ez azért is van, hogy én is jól érezzem magam. Nekem tényleg nagyon jó érzés hétről hétre leülni ide és beszélgetni veled. És igen, az is jó érzés, amikor utána visszahallgatom, az is jó érzés, amikor kapok visszajelzést, az is jó érzés, amikor kapok egy kommentet, vagy egy gyönyörű, szép, mély, intim, barátságos levelet. Ezt magamért is csinálom. Tehát valami, ami kötelesség, mert bevállaltam, onnantól fogva azzá vált, és egy elképesztő nagy lehetőség nekem. Kinyílni, megnyílni, megmutatni magam, és nem csak magam, hanem másokat is eközben, mert időről időre hívok vendégeket, és folyamatosan formálódik bennem az, hogy hova fog még fejlődni az Örömvilág podcast. Lehetőséget ad ez a csatorna nekem arra, hogy olyan emberekkel vegyem fel a kapcsolatot, akik valami oknál fogva más platformokon nem találtak meg engem. Mert úgy érezték, hogy a spirituális vonal az nekik túlságosan elszállt. És ehhez képest józan gondolatokat és értelmes mondatokat hallanak egy podcastben,
ami lehet, hogy nekik kell ahhoz, hogy az önismeretnek azt a verzióját merjék és tudják választani, amelyet én is képviselek, és lehet, hogy így találnak rám, mint a segítőjükre, vagy mint a tanárukra. És nagyon sok izgalmas téma, és nagyon sok nagyszerű ember került így be a terembe. Nézd meg te is! A saját kötelességeidet sorolt fel, mi az, amit megcsinálsz, mi az, ami a tiéd, mi az, ami nem a tiéd. Ami nem a tiéd, az kié, az, hogy került hozzád, azt vissza tudod-e neki adni, vagy leteheted egyszerűen, egyáltalán muszáj, hogy ezt valaki megcsinálja? Mi van akkor, ha bevonsz másokat, és delegálsz? Ugye gyakran eszembe jut a háztartás ilyen szempontból, és az, hogy azon szerencsések közé tartozom, akinek van a háztartásban segítsége. De én azt tanultam, hogy az asszony kötelessége és az anya kötelessége és a nő kötelessége az, hogy otthon rend legyen és takarítson, és étel legyen, és hogy az pontosan olyan legyen és minőségi legyen. Engem erre tanítottak, megvan rá az igényem. És gondoskodom is róla, hogy ez rendben legyen, csak nem én csinálom meg. Vagy nem mindig én csinálom meg. Mert rájöttem arra, hogy nem kell mindent nekem megcsinálni. A kötelességek azok kereteket adhatnak, irányt szabhatnak, egyfajta ritmust adhatnak az életünknek. Nekem ez egy ciklikus energia, hogy hétről hétre készítem az Örömvilág podcast adásait. Ez jó is. Nyilván feladat is. Igen, valamikor fáradt vagyok, de soha nem volt olyan még a 119 alkalomból, amikor elkezdtem beszélni, és azon gondolkoztam volna, hogy jaj, hogy töltöm ki az időt. Eleinte még egy kicsit gondolkoztam azon, hogy miről beszéljek, aztán nagyon hamar leszoktam róla, mert tényleg beszélgetésként élem meg. Szinte lehet, hogy kicsit zizinek fogsz már nézni emiatt, de szinte hallom, amikor válaszolsz nekem. Visszaérkeznek a térbe hozzám, téren időn át. Azok a válaszok, amelyek megszületnek a hallgatókban. Az is, amikor egy kétség hangja jelenik meg, amikor az egyetértés hangja, amikor újabb kérdések merülnek fel. Néha tényleg úgy érzem, mintha ezek a kérdések abban a pillanatban, mikor még csak készül az adás, már eljutnának hozzám, és ezeken keresztül megyek tovább. Micsoda lehetőség arra, hogy beszélgessünk egymással, hogy kommunikáljunk egymással, hogy fejlesszük mindazt, ami bennünk van. És minden kötelesség is lehetőség valamire. Milyen lehetőségek vannak a te kötelességeidben? És milyen lehetőségeid vannak arra, hogy a kötelességeidet könnyebben, légiesebben, szabadabban tud megélni és végrehajtani? Mi az, amit át tudnál alakítani, át tudnál keretezni? Mi az, amivel kapcsolatban másként tudnál érezni? Beszélgess tovább magaddal erről. Tedd fel magadnak még egyszer az adás elején elhangzott kérdéseket, és akár azokat is, amelyeket még menet közben mondtam. Vizsgáld meg ezeket a nézőpontokat. És én azt mondom, nem baj az, hogyha sok a kötelességünk, vagy kötelességtudóak vagyunk, de hogyha mellé tesszük a lehetőségekkel való együttműködést, és ha betesszük ide a térbe a lehetőségek energiáját, akkor ez az egész teljesen másként fog működni, már ettől a pillanattól. És én kívánom neked, hogy már ettől a pillanattól legyen neked könnyebb, és legyen neked sokkal felszabadultabb a kötelességek teljesítése az életedben. Én mára megtettem a kötelességemet, lehetőséget kínálva neked és önmagamnak is arra, hogy beszélgessünk egymással ismét. Köszönöm szépen, hogy ebben a partnerem voltál, és bízom abban, hogy ez így fog folytatódni a jövőben is. Szeretettel ajánlom neked az Örömvilág Podcast csatorna előző 118 epizódját, amelyek közül mindegyiket megtalálod YouTube csatornámon, valamint honlapomon, a www.örömvilág.hu-n. Megköszönöm, hogyha a YouTube-on feliratkozol, ez nagyon sokat jelent számomra,
és új lehetőségeket is nyit számomra, azt is megköszönöm, ha visszajelzel, és ha témát ajánlasz. Szeretném neked szeretettel ajánlani a programjaimat, és rengeteg online programom érhető el, így bárhol is élsz a világban. Tudunk kapcsolódni, akár a Theta Healing rendszerén belül, ahol az alapoktól egészen a mesterszintig tudsz velem fejlődni, vagy vannak különböző tréningjeim, meditációim, online és offline is egyébként egyaránt, és ha a személyes találkozásra vágynál velem, akkor vagy járjunk ugyanoda fodrászhoz, vagy pedig gyere el nyáron az Everness Fesztiválra, ami 2022-ben június 21 és 27 között lesz, méghozzá Siófok Sóstón a Sió Campingben. Elképesztő sok programmal készülünk, nagyon színes programmal készülünk, és nagyon-nagyon sok szeretettel várunk ott is téged, és minden kedves érdeklődőt a kollégáimmal az Örömvilág Tudatosság Központból. És még egy ajánlatom van, ez pedig a napi segítőre vonatkozik. Ha még nem ismered, akkor klikkelj a www.napisegítő.hu oldalra, és ismerkedj meg azokkal a fototerápiás eszközökkel, azokkal a gyönyörű kártyákkal, amelyeket Márfi Gabriellával közösen készítettem. Neked? Érted? Remélem találkozunk egy hét múlva is. Nagyon sok szeretettel ölellek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilág.hu.